Bokor Pál a vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggel! Nagyképpen azt mondom, hogy az én kollégám az MT-nek volt nagyon sokáig, például az Egyesült Államokban tudósítója Bokor Pál, meg hát Moszkvában is. Ez a kettő együtt hogy fért el, hogy Moszkva után Washington, Washington után Moszkva? Nagyon más világ, nagyon más elközelezés. Ez egy másik korszak volt, abban a korszakban ez volt a világnak a két közepe. Ez a világ nem létezik már, de akkor ez volt a két fontos hely. Az a világ nincs már? Ez a világ nem. Az egy kétpolusú világ volt, most egy egész más, sokkal komplikáltabb világberendezés van. Na, hogy milyen komplikált a világ, arra egy könyv van itt előttem példaként. Ezt egy amerikai szerző írta, az a kérdés, hogy miért nem szerethető Hillary, mármint hogy Hillary Clinton az amerikai demokrata elnökjelölt, és ebből a kérdésfelvetésből nekem eléggé világos, hogy ez egy republikánus könyv, de ha belelapoz az ember, akkor sem marad nagyon kételyezőben. Ez egy elfogult könyv, ugye? Hát természetesen ez egy elfogult könyv, nem az első ennek a szerzőnek a részéről, ő már a harmadik könyvét írja arról, hogy miért nem szerethető Hillary, és miért nem őt kell megválasztani elnöknek, hanem bárkit, aki republikánus. Megszállottan írja, vagy fizetetten írja? Tehát neki ez a dolga, hogy ezeket írja, vagy ez egy ilyen belső kényszer lehet? A könyv eléggé szenvedélyes, én azt hiszem, hogy megszállottságból írja, igen. Te magad adtad ki, te magad is fordítottad? De amúgy eladható is, úgyhogy persze pénz vonatkozása is van a dolognak. Hát vagy reméljük, hogy Magyarországon nem is eladható. Nem én fordítottam, Szántó Andris kollégám fordította, szintén MT-s kolléga. De azt gondoltam, hogy kell egy ilyen könyv is, mert ugye Hillary dicsőítő könyv az van a magyar piacon, most már 2-3 is. Hát és Trumpról? Hát Trumpról is van könyv. De Trumpról én azért nem akartam könyvet kiadni, mert nincs időbeli kiterjedése a dolognak, kevése a valószínűleg. Pillanatember? Ő nem pillanatember, csak ő pillanatpolitikus, mondjuk így. Tehát ugye ennek a kampánynak a politikusa és ennyi? Hát valószínűleg ennyi, hát soha nem mondjan az ember biztosan semmit egy amerikai választás előtt, én különösen nem szoktam. Azt mondom, hogy van egy 20% esély még mindig arra, hogy a elkövetkező 10 napban valami olyan szenzációs dolog történik, amitől ugye minden szám és minden várakozás és minden esély megváltozik. Na, itt álljunk meg egy pillanat, úgy is meg akartam kérdezni, mit figyelsz te, hogy mire számítasz, hogy mi az, amire érdemes még figyelni a következő 10 napban, de egy pillanatra még álljunk meg ennél a könyvnél. Rengeteg mindent állít Hillary Clintonról, rengeteg történetet mesél el. Mennyi a pletyka ebből, és mennyi lehet a valóság? Tehát hogy lehet ezt ellenőrizni innen, vagy ellenőrizték-e ezt ott, ahol Amerikában kiadták? Ezek olyan pletykák és olyan részletek egy embernek a magánéletéből, amik nem olyan különösebben nehezen kifőrkészhetők. Ugye különösen egy ilyen magas állású személynek, vagy ilyen közismert személynek, amilyen a Hillary Clinton, igen széles a baráti köre, ismeretségi köre, a kollégáinak a köre. Ennek a könyvnek a forrásai tulajdonképpen a Hillary Clinton belső és külső baráti köre. Ugye, tehát nagyjából amit le van írva, az igaz? A függöny mögé látni mindig szeretünk, az elnök emberei sorozatnak az egyik varázsa, az például ez volt, amit a elmúlt nem tudom hány évtized legjobb filmsorozatának neveznek, hogy belelátunk. E könyv alapján belelátunk abba, hogy működik az amerikai politika? Belelátunk, de természetesen ez is egy szelet, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy igen, elfogult a könyv. Uh-huh. Egy szelet, de ami benne van, az igaz. Na most érünk vissza akkor egy 10 nap, és jön az elnökválasztás. Mész egyébként? Kimész az elnökválasztásra? Én egyébként megyek, nem Washingtonba, megyek, New Yorkban leszek, mert restanciáim is vannak, van egy 20 évvel ezelőtt félbehagyott New York-i könyvem, amit most már... Ideje lenne befejezni? Ideje lenne befejezni, igen, de természetesen, ha már ott vagyok, akkor hát nekem ez lesz a 5.
amerikai elnök választásom, amiről tudósítok. Na, és mire érdemes figyelni? Ugye a te rutinoddal nyilván egészen más lát az ember egy most elnök csak választási kampányban. Most már csak a úgynevezett billegő államokra érdemes odafigyelni. Csomó minden eldőlt, ugye? Van egy 55 elektori szavazatot, tehát választó emberes szavazatot kiállító amerikai állam Kalifornia. Ez szinte biztos a demokratáké. Van egy New York állam a maga 29 elektorával, amelyik szinte biztos a demokratáké. Egyedül a 32 elektort állító Texas az, ami most a republikánusok mögött tudható. Bizonyos számok alapján azt lehet mondani, hogy ez a választás már eldőlt, de mondom, soha nem lehet azt mondani. Nem tudjuk, hogy az utolsó 10 napra van-e még valami a republikánusoknak a sorsájában. Na igen, hát ez az, hogy azt szokták mondani, hogy ez egy nagyon mocskos csinál. Kampány volt. De hát mindegyikre ez... azt szokták mondani az adott pillanatban, hogy hát ilyet. De itt azért tényleg eléggé durván belementek egymás életébe. Azt hiszem, hogy az utolsó 10 amerikai elnök választás közül ez volt a legdurvább és a legcsúnyabb. Lehet nem még olyan tenni. Adó a Trump kampánystáb kezében, amivel meg lehet ezt fordítani? Valószínűtlen, azt hiszem, hogy előjöttek volna már vele. Az utolsó 10 napra nem érdemes ilyet hagyni? A harmadik elnök jelölti vitában a Trump már tett is olyan védekező jellegű kijelentéseket, amiből az derül, hogy ő már készül arra a lehetőségre, hogy nem ő lesz az Egyesült Államok 45. elnöke. Abban mennyi igazság lehet, hogy Trump alapvetően egy üzletember, és mert hogy üzletember, így ezt az egész elnökválasztási kampányt is voltak éppen úgy nézi, vagy nézheti, hogy az ő üzleti életének viszont milyen jót tesz? Megteheti, meg is teszi, nem is származik ő neki semmi baj az üzleteire nézve abból, hogy ha netán most elveszíti ezt az elnökválasztást, és nem is az volt a baj eleve a Trumppal, hogy ő neki van üzleti gyakorlata, hogy csak az volt a baj, hogy ő neki politikai gyakorlata nincs. És ezt azért nem szeretik az amerikaiak. Az amerikaiak tudják, hogy milyen komplikált nehézségekkel teli, Amerikára származó veszélyekkel teli világ közepén kell egy amerikai elnöknek, na mondjuk úgy, okosnak lenni. Nem a buta mondatok, hanem a tapasztalatlansága az, ami Hillary Clinton javára billenti el a mérleget Trumppal szemben? Végső soron a tapasztalatlanság, mert a buta mondatokra annyira nem figyelnek oda. Előfordult már nagyon kiváló amerikai elnökök esetében, most Ronald Reagant hoznám fel példának, hogy elég sok butasággal indított. Hát pedig ugye nála is az volt az egyik legerősebb ellenérv, hogy jó, hát csak egy gyenge filmszínész, mit akarunk tőle, egy ripacs, mondták az ellenzői. Mindent lehet ilyenkor mondani. Az igazság az, hogy ebben az összehasonlításban Trump alul maradna, mert Reagannek sokkal-sokkal több politikai tapasztalata volt, amikor őt megválasztotta. Ebből a könyvből azon túl, hogy miért nem szerethető Hillary, kiderülnek olyan dolgok, amik még téged is megleptek? Megleptek bizonyos dolgok, igen. Elsősorban nem Hillary-re vonatkozóan, hanem a Bill Clintonra vonatkozó dolgok, amik ebben a könyvben vannak, azok leptek meg. Nem akarom itt részletet, nem mondom meg, hogy mi van ebben a könyvben, de a mindig is különlegesen fit, különlegesen fiatalos, különlegesen élénk és energikus Bill Clintonról én ebből a könyvből olyan dolgokat tudtam meg, amiket nem szerettem volna megtudni, mert egyébként egy jó elnöke volt az Egyesült Államoknak. És árt ez Hillary Clintonnak, hogy ez megtudható lett mondjuk az Egyesült Államokban, mert nem látszik nyoma. Sok minden árt a Hillary Clintonnak. Szóval az a Hillary Clinton, aki esetleg két hét múlva megnyeri az amerikai elnökválasztásokat, nem csak szerint a szerző szerint, hanem az összes közvéleménykutatás szerint is meglehetősen népszerűtlen ma. Két rossz közül választanak az amerikaiak? Abszolút, te is így látod?
Hát csak így lehet látni, mert az ottani közvéleménykutatások eléggé alaposak és eléggé megbízhatóak. 41%-a gondolja most az amerikaiaknak azt, hogy a Hillary-ből egy elfogadható, szerethető elnök. No, majd meglátjuk. Van egy kiadód, nem hazudtoltad meg magad az elnökválasztásra egy könyv, még ha nem is te írtad, de csak megjelent nálad, miért nem szerethető Hillary. Hát, hogyha kíváncsiak rá, akkor olvassák el ezt a könyvet. Neked jó utat New Yorkban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttél hozzá.